Nos, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Szeretném bemutatni a Karma KS 343/2 névre hallgató ront elektromos mopedet. A teljes ára 880 ezer forint, kihordás ideje 8 év, két darab 12 volt 190 amperórás akkumulátor van bele, benne nem személyautó akkumulátorok. Akkor a teljes töltött állapotában megtehető hatótáv 20 kg. Gépkönyve szerint vegyes üzemeltetés, tehát hogyha használunk világítást, irányjelzőket, akkor és nyuszi fokozatban, akkor 10-12 km tudunk vele meg. Praktikusan szállítható, az önsúlya 135 kg ennek a szerkezetnek. Nagyobb kombiautókban szállítható, ami eltér az Elko korábbi mopedektől. Itt már az első futómű külön-külön rugózással van ellátva, illetve van egy szabadon futó állása, ami ugye lehetővé teszi tolhatóságát. Tehát ha lemerülne az akkumulátor, vagy az autóba kibehelyezzük, akkor könnyebben megtehetjük. Van egy főáramkör kapcsoló is rajta. Na, akkor nézzük! Dőlését itt tudjuk állítani, ez a foggantyúval, ez a maximum, és ez a teljesen lehajtható. Hát sajnos szállításkor ugyebről le kell mondani, 13-as kulcssal tudjuk föllazítani a tükörszálat. Itt a kormány markolatnál találunk kettő irányba. Váltó kar. A jobb oldalit húzzuk, akkor előre megy, a bal oldalit húzzuk, hátra megy. Könnyűtőlük lehajthatóak mind a kettő, lehajtható mind a kettő. És akkor az irányváltója. Itt található az irányváltó kapcsoló. Most ugye nem lehet tolni. Mellette van a főáramkör kapcsoló. Ezzel a karral lehet az ülést forgatni. Balra, illetve jobbra. Középen a pótméter választhatunk a teknős és a nyuszi, 0-tól 9-ig, és ebben hát 0-tól 10-ig lévő skála. Itt van egy töltöttségi szint mutató, jobb oldal irányjelző, kürt és világítás. Tehát semmi extra nincs benne, ami talán ugye itt lehet a gyújtás kapcsoló, behegy gyújtás kapcsoló kulcsát, a másik oldalon pedig a töltő. Jobb fordítok rajta.
ezen az volt pedig a töltőt lehet, ami hozzá kapunk. Még érdekességként elmondanám, hogy kényelmesnek, úgymond kényelmes a vezetése. Én már nagyon sokat használtam, és még mindig 50% töltöttsége van. Hát a töltött állapotú sebessége az olyan maximálisan 8-10 km. Merülten is még, a gépkönyv szerint, mert nekem még nem merült le, a gépkönyv szerint 4 km órát még. De természetesen van olyan mechanizmusa, vagy olyan védelmi rendszere, hogyha teljesen utolsó piros csíknál már nem mozdul. Ugye az indexek meg a lámpák működnek, de maga a kis kocsi már nem mozdul meg. A motor hangja csöndes, maga az egész szerkezeti járása csöndes, tehát nem zavaró. Amit élményezek, hogy az első irányjelzők túl kicsik. Mutatom is. Az orrán lehet látni a két irányjelzőt, amit én kicsinek tartok. Fényes nappal nem látni semmit. Ahogy látják, látni lehet, ugye a kék, amerre a kerék, arra világít a lámpa. Nagy fényt ne várjon tőle, mert ugye az elsődleges szempont a látszani. És akkor közelebb megmutatom ezt a kezelőszervet. Hát ugye irányjelző, világítás, hűrt, másik irányjelző. Ha egyszerre benyomjuk, akkor vészvillogót kapunk. Itt olvashatjuk le a töltettségi szintet. Zöld összesen 10 látka van. Zöld, sárga és piros osztásoknál. Ugye az irányváltat, erre húzzuk, akkor hátra megy. Ha baloldalikat húzzuk, hátra megy, és közben csipog is. Még jobbra kart húzzuk, akkor előre megy, értelemszerű. Könnyen állítható kormányozhat, tehát a könnyebb beszállást is el lehet vele érni. És hát ugye, amit mondtam, hogy mutattam az előbb, megmutatom még egyszer. Az ülés jobb oldala alján található karokkal lehetni az ülést. Itt jobb oldalt fölhúzzuk, akkor forgathatjuk mindkét irányba az ülésünket a könnyebb kiszállás érdekében. Maga a szállítást úgy tudjuk legegyszerűbben, ha megfordítjuk ebbe az állásába, itt oldalt találunk a tápkart, ezeket le tudjuk hajtani, vagy ezt a két csavart fölrövidítjük, és így sinestől ki tudjuk húzni. És akkor így összehajtva be tudjuk tenni egy autóba, egy kombi autóba, kicsit hátrébb hozom, hogy többet lehessen látni belőle. És akkor így már lehet is szállítani. Amit mondottam, 135 kg ennek az önsúlya. A rampa segítsége nélkül is be tudja emelni a berendezést az autóba. Hát senkit ne tévesszenek meg, ezek a burkolatok, ezek műanyagok. Hát ez itt végig mind műanyag, ugyanúgy itt a kormányburkolat is, az akkumulátor, illetve az elektromotorok dobozok, ez is műanyag. Alvászkeretes, tehát van egy alvászkeretje vasból, 2x2 zárt szelvény, van egy
kormányműve, az is vasból van szintén, illetve a könyökről tartunk is vasból, és nem tudom mennyire látszik, itt találhatóak kerekenkénti rugó, olyan rugós lengés csillapító megoldással. Ne felejtsük el, hogy a nyomtávja az 69 cm széles, de ugye a legszélesebb pontja a két könyökről, tehát ahhoz kell viszonyítani, illetve a könyökről még túlnyúlik a kör, ezért nem árt, hogyha van nálunk egy 13-as villáscsillag, villáskulcs, hogy tükröket szállítás előtt be tudjuk forgatni. Ne sérüljenek, közönséges robogó tükrök lesznek. Vagy nagy különbsége nincsen. Tehát így is lehet szállítani, illetve másik. Leteszem ezt a kormányzsakartokatot. A másik ugye így is lehet szállítani. És akkor így lehet szállítani. De már látjuk is, hogy kormány nem bírjuk annyira meghajtani. Esetleg kombinálhatjuk úgy is, hogy először a kormányt hajtjuk le, a kormány egészen ebbe az állásába lejön. Tehát itt már nem annyira, ennél jobban már nem annyira, hogy le van hajtva. Itt oldalon a háttámlát, ez pedig a másik variánsa a szállításnak, de mondom, a tükröket valaki hajlítani, mert ugye egy kombiba, nekem például van egy F-asztrám, abba befér, ha a hátsülés sor le van döntve, akár egy rampát kapni ezekhez rampát, de házilagosan is lehet készíteni, és akkor úgy be lehet tenni autóba, aztán lehet szállítani, és akkor tuti cél végén kivak az autót. Pillanatok alatt ezt tudjuk, ez az alap, ennyire tudjuk hátrébb húzni az ülést. És már is üzemkész állapotba helyeztük a mopedunkat. Nagyon fontos az első töltve kapja mindenki, tehát az akkumulátorok 100%-ot töltöttséget élveznek, úgy kapja meg mindenki. Először teljesen le kell meríteni, és fel töltőre, természetesen a töltőn is van visszajelzés, illetve a itt a moped kormányán is ugye a töltő pikrogramokon is mutatja, hogy ha föl van teljesen töltve, maga a töltő rendszerautomata, tehát nem tudja leégetni a rendszert, nem kell főáramkörkapcsolót használni olyankor, mert akkor maga a töltés sem fog sikerülni. Hát a világításáról már volt szó, az irányjelzőjében tökéletes, de napsütésben az elsőken nem lehet látni semmit. Fordulékony, tehát azzal nincs probléma. A kerek motorszelepes, motorszelepel vannak ellátva, tehát személyautó motorpumpával kulcsható, a 2,2 bar a maximál nyomása, amit elbír. És a kézikönyvében van egy gyors súlytáblázat, hogy aki, én például 70 kg vagyok, nekem elég a 1,8, 1,6, 1,8 között, egy 100 viszonyítva két bár. A szakító szilárdsága a gumiabroncsnak 3 bár. Most garancia 1 év, van rá teljes körű garancia, ebben még akár kijönnek és a defektet is megjavítják. Két évente van akkumulátorcsere, ha ezt közgyógyra vásárolják meg, akkor a kezelőorvos, szakorvos az akkumulátorokat
fel kell hívni, regisztrálni kell a kocsit a szerviznél, fel kell hívni a szervizt, és akkor kijönnek, kicserélik az akkumulátorokat, vagy pedig színen cserélik ki. 2 éves korában kapja az első nagy szervizt a kocsi, ha úgy adódik olyan a elkopás, amortizációja, akkor cserélik, ha nem, akkor felújítják, akkor onnantól megy tovább megint 2 évente az autó felülvizsgálat, a nagy szervize, de akkor az már ugye vagy készpénzre megy, vagy pedig a közgyógyosoknak a szakorvos ír ki a szerviz időpontokat. Egyébként az ülése bőr, teljesen borított bőr, tehát nem szövet. Sajnos ez a lábtér, az ott egy lábtörlő van, amit én nagyon nem szeretek, mert ugye nehéz tisztítani, víz magába szívott képessége van, illetve ami még egy kicsit elkapkodott, hogy a kerekek fölverik. Én most megtakarítottam a gépet, de akár a ruházat is saras lehet, hogyha az ember olyan hosszú időn keresztül megy vízben, vagy sáros úton, akkor akár a ruház szennyeződhet. Tehát ezt már, hogy az elkoknál ez ki volt küszöbölve részben, még előtte volt a teljesen burkolt elkók, ott nem volt ilyen veszély, itt már sajnos van. Hát a terep képessége elfogadható. Tehát ugye azért számoljunk azzal, hogy ha földúton vagy földes területen, tehát nem betonos síkút, földúton közlekedünk vele, akkor az akkumulátorok hamarabb merülnek, mert ugye nagyobb fokozaton kell működtetni, tehát nyusziba kell használni a gépet, úgynevezett nagyobb gázzal, és akkor hamar. Ami még zavar, hogy a macska szem, tehát a prizmák, 2 van rajta összesen, oldalt 1-1. Természetesen lehet kapni ilyen öntapadó különböző színű narancs és vörös prizmákat, azokat lehet felszerelni, vagy felragasztani helyesebben, mert amíg a garancia van, addig nem lehet hozzányúlni, max. Egy defektet lehet megcsinálni, de az se kötelező, mert garancia alatt megcsinálják azt is. Hát úgy érzem, hogy amit tudtam, elmondtam a kis gépről. Köszönöm a figyelmet!